got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night. Ribics. Bölk most a másik szélre. Ott nem volt hely Márton előtt. Ribics. Az jó. Se volt olyan őrült nagy szög. Nem, és nem is a legpontosabb helyzetkihasználás volt szerintem emberelőnybe. Olyan érzésem volt, mintha a Gribics nem tudnám, hogy ember előnyben van a csapat. Akkor még mindig van idő a plusz kettőhöz. Gribics, Bölk megnézte az órát is, az egy fantasztikus passz a szélre, úgy van, Márton Gréta. A második gólja, 5 másodperc van még a félidőből. 14-12, hát kalandos. Első 30 perc volt, annyi szent. Jó Ferencvárosi kezdéssel, de tulajdonképpen, hogy az eredményt veszük alapul, akkor ez egy ilyen keretes első félidő volt. Ribics. Zácsik. Egy az idő, ez jó. Rüber. Ha gólt lövünk, az még jobb. Még jobb. Márton. Ezt a 10 percet kell egyel valahogy megnyerni. Ribics. Márton Bölk passzából bevágja. Bölk. Nagyon szép játék. Márton Gréta. Neki is megvan a mai gólja. Nagyon szép páros kapcsolat volt, nagyon jó ütembe játszott, akiből, ahogy belépett a szélső védő. Ezekből kell nagyon-nagyon sok, nyilván egy kicsit a jövőre tekintve. Ribics, Bölk, Márton az első helyzete és az első gólja. Itt a 8-6. Függetlenül persze sajnáljuk, de haj de jó az, Márton, gól! Ez remek volt. Nagy meglátás Kisfaludy a nagytől. Fantasztikus! Tizenöt másodperc. Palestine. Bölk le tudta tenni a szélre. Márton, gól! 11-8! Ribics. 42%-on mind a két kapus, de Vladi azért sokkal nagyobbakat védett, és Lagina most nem tud védeni. Megint egy ide Márton Gréta a gólszerző, neki ez a negyedik. Ribics, Luiber nem úszta le a szélre, pedig megtehette volna. A másik szélről majd Márton, gólt szerez! 18-18, és akkor most van még több mint fél perc tiszta kettős ember előnyben. Az első gólja Márton Grétának. Volt egy lövése a bal szélről, de lehet, hogy az még Ribics. Reisztád. De meg passz volt Szolberghez. Bíró! Az meg még nagyobb védés! Le is marad aztán Szolberg. Bölk, ezt jó lenne egy lendülettel befejezni. Úgy bizony, bent van Márton! Zicser védésből gyors gól. Igen, ezt erőltetni is kell, hiszen ez egyik komoly erőssége a Ferencvárosnak. És mennyi múlik, felkínálja ott a csípője melletti területet Bíró. Vezethettek volna 20-19-re, ehelyett Bíró. Reisztál, passzív a játék, mellé lövi! Mellé lövi, és az egyenlítésért Zitzert lőhet Márton. Gól! 31-31! Két jó védekezés, két könnyű gól. Mind a két oldalon van még időkérés. 2,5 perc döntetlen. Reisztad. Reisztől. Hát, ha egy kicsit ez a hangulat is megfojtja még a dánokat. Tóri Alpaidze és Tatjana Bereskina, aki játékvezetője a mérkőzésnek, Oroszországból jöttek. Márton Gréta meg a bal szélről ugrott be. 1-1. Benke, Kovács, Bölk, Szőlősi Zácsik, leteszi a szélre, Márton, ő is belövi. Egy gól a jobb szélről, egy gól a bal szélről. Lehetünk itt
szépen sorba a mérkőzés végéig. Nem játszik jól Niakate, ez maradhat is így. Márton, ő viszont belövi ezt is. A legutóbbi két Fradi gól szerzője Márton Gréta. 19-19. Azt hiszem, hogy valami hasonló végjátékra lehet majd számítani, mint volt múlt héten az Esbjerg elleni. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce.